Többnapos kiképzési foglalkozáson vettek részt a Ludovika Zászlaj hallgatói az elmúlt napokban Táborfalván. A 250 tisztjelölt az éves kiképzési terveknek megfelelően blokkosított formában harcászati, tereptan, lőkiképzés foglalkozásokon vett részt. A negyedéves tisztjelöltekkel szeretnénk valamennyi fegyvert megismertetni, azokkal is, akik az egyetemen igazából csak ismeretszinten kaptak információt a rendszeresített eszközökről, kézifegyverekről. A harmadéveseknél pedig már szeretnénk gyakoroltatni a parancsnoki tevékenységet, illetve a foglalkozásvezetői tevékenységet, a másodévfolyamosoknál pedig szeretnénk emelni az egyes harcos, illetve a kisellegység harcászoknak a szintjét. Eddig még nem hajtottunk végre RPG-vel lőgyakorlatot, most sikerült igényelnünk 200 darab gránátot a honvéd tisztjelöltek számára, és jelen pillanatban így egy alaplőgyakorlatot tudunk végrehajtani vele. Egyre könnyebben és gördülékenyebben mennek a gyakorlatok, és egyre jobbak is ezek a gyakorlatok. Mindenki átérezte ennek a fontosságát, és elég jól felkészültek arra a feladatra, ami előttük állt, mind a foglalkozásvezető tekintetben, mind pedig a raj vezetésének, tehát mind parancsnoki feladat végrehajtás tekintetében.